nagyon boldog húsvétot kívánok minden kedves nézőnek, üdvözlök itt mindenkit a leges-leges legújabb videóban, amiben most bizony húsvéti tojglinyókat fogunk keresni, de hogy ne legyen ez ilyen hűde nagyon egyszerű, ezért azt fogjuk csinálni, hogy szépen timerre fogjuk ezt teljesíteni. Elvileg a készítő elmondása alapján ezen a pályán, ezen a pályán megtalálható több mint 200 elrejtett húsvéti tojás, amikre most én vállalkozom, hogy megtalálom őket. 10 percem lesz. 10 percet hagyok magamnak. 10 perc alatt meg kell találnom annyi húsvéti tojást, amennyit csak bírok. Aztán pedig írjátok meg nekem, légy szíves kommentben, hogy nektek hogyan telik ez a húsvéti időszak. Na de, szerintem ne is húzzuk tovább a szót, vágjunk bele itt és most ebbe a jó kis húsvéti tojás keresésbe. Már látok is húsvéti tojásokat, de az időt még nem indítottam el, úgyhogy készüljünk fel. Jújjújjúj, de izgulok, na! Töf! Oké, az idő elkezdődött, hogy kell ezt így bezsákolni, ugye azt is meg kéne tudni. Jó, hogy csak így, hogy csak oda megyek és így, oké. Hát ez így nagyon jó lesz, és hogyan rakom majd én ezt el? Figyeld. Várjál, hogyan kell ezt használni? Jaj, ne, erre pazarlom el az időt. Jobb klik. Nagyon jó. De ezt így nem lehet úgy csinálni, hogy rögtön oda rakja. Na mindegy, ezzel is elment egy csomó idő, ne is ezzel foglalkozunk, csak keressünk, menjünk tovább és keressük a húsvéti tojglinyókat. Gyere, pajtás, gyere. Jó, nagyon jó, majd hogyha itt egy kicsit jobban megtelik hely az inventoriban, akkor majd természetesen arrébb fogjuk helyezni. Ó, te, hogy ez de jó. Na. Oké. Királyság, bár meg van egy jó pár. Ott, enyém, ott van fönt, és azt hogy érem el? Azt hogy tudok oda felmenni? Várjál, itt is van egy, nagyon jó, ott is van kint egy. Na mindegy, először szedjük fel az olyan helyekről, ahol tök egyszerű, így a ház körül. Hopp, te is gyere ide, babám, gyere ide, tojásocskám. Úgy, nagyon jó, itt is van egy tojás, természetesen. Jó, ezeket gyorsan bezsákoljuk a zsákomba, mert ott van minden jó. Kis zsák, nagy zsák, minden ide való. Jó, hát az a helyzet, hogy itt ki tudnék menni, opá, itt van, gyere csak velem. Itt ki tudnék menni igazából, de hogy tudok igazándiból kimenni? Mert hogy itt kint is vannak húsvéti tojások, de azokat hogyan tudom majd felszedni, nem? Azt ott például, ezt én nem értem, mert ugye semmi nem robbalható, és be vagyok zárva. Na de mindegy, menjünk be és keresünk itt is. Lol, ez nem húsvéti tojás, viszont ez nyuszikájé. Nyuszika háza, oké, ez is megvan. Ó, nem mondja! Ne. Úristen. Uha. Oké, ez is elment egy csomó idő, de még 7 perc van hátra, ugye 7 perc van hátra. Ó, hát az még bőven jó, réparetek, magyaró, az időm még bőven jó, gyere már ki, látom, hogy ott vagy, haverom. Nem jön ki, az nem adja könnyen magát. Hogy ilyen helyekre is rejtettek el, hát az nagyon sunyi. Hát az nagyon-nagyon-nagyon sunyi, én nem gondoltam volna, hogy ilyen helyekre is rejtettek el. Na várja, ezeket is szépen fogjuk és bezsákoljuk. Hát 200 darab nyuszi tojást azért megtalálni nem lesz semmi. Oké. Azt nem tudom kiszedni. Meg őrülök, nem fog menni. Hogy kell azt onnan kiszedni? Nem jön ki. Az nem jön ki. Jó, azt ott hagyjuk. Gyere. Te se szórakozzál velem, légy szíves. Oké. Itt. Aj, ne, az is mókás lesz. Nem mondja, nem tudom kiszedni, hát milyen hülyeség ez. Oké, ez megvan, ez is kell. Oké, ebben nincs már több. Jó, ezeket felszedjük. Várjál, először az alsó szinten menjünk végig, szépen bezsákoljuk itt a dolgokat. Jó, op. Oh my god, van hátsó kert, hát ezt nem tudtam. Hát én erről lemaradtam, hogy van hátsó kert. Ó, meg van pince is, azt a mindenét neki. Hát itt több dolog van, mint amire elsőre gondolna az ember. Szépen ezt is összeszedjük. Jó, ez zárva van. Hopp, itt az easter egg. Oké. Ez megvan. Nagyon jó, még nézzünk el erre. Hát az asztalok alól nem tudom, hogyan fogom előkeríteni. Oké, ez zárva.
Jó, ezt is berakjuk szépen. Mindjárt megtelik az első bödönnyi zsáknyi cucc. Nagyon jó, ezt is megszerezzük, meg ezt is megszerezzük, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is megszerezzük, meg ezt is megszerezzük. Szuper, hogy így minden itt van rögtön legelől. Csak kérdés az, hogy ennyi idő alatt ugye mennyi húsvéti tojásra lesz elegendő időm. Úgyhogy mondjam, jaj ne, oké, ez szerencsére ez könnyen adta magát. Nem lehet egyből a zsákba tenni? Az is milyen király lenne. De jó ez a bogzsák. Jó, bezsákoljuk. Nagyon jó. Oké, itt is vannak bizony a Verdán. Amúgy milyen királyú meg van csinálva ez a pálya. Tiszta jól néz ki, de nem? Hát most őszintén. Hát nem? Hát de igen. Van neki valami Hypixeles beütése, nagyon jó szerintem. Hát ez ki ne maradjon, meg itt is biztos lesz, tudtam, hogy lesz itt is. Oké, nagyon jó, zsír, hoppá, ott van. Á, de az asztal alól nem tudom kiszedni, ne zicceljünk már. Ó, az Isten verje meg, na mindegy, menjünk a fürdőbe. Milyen kreatív megoldások vannak közben, azokat is érdemes nézni. Csak hát ugye folyamatosan sietni kell, mert hát az idő. Oké, ezt is berakjuk, nagyon jó. Gyere ide, húsvéti tojglinyó. Áj, már megint! Aj, ezt nem mondja komolyan. Ezzel rontom el az időt. Érted, mennyi van még hátra? 4 perc. 4 perc? Magadnál vagy? 4 perc alatt mennyi húsvéti tojást találok még meg? Hát keveset, nem? Hát keveset. Ez nem húsvéti? Nem, az csak egy ilyen cucc. Oké, szerintem a fürdőt átnéztem. Ha nem, akkor azt írjátok meg kérlek kommentbe. Rossz irányba néztem, na mindegy. Oké, kimegyünk. Kirohanunk, mert kint elég sok húsvéti tojás szagát érzem. Gyere már le onnan! Gyere! Ezt nem hiszem, nem tudom elkapni. Hát ezzel meg fogok hűlni, hallott, hogyha nem tudom onnan levenni. Mindegy, így jártam. Hát ez van. Ez van. Gyere. Oké, királyság, gyere. Oké, királyság, gyere. Gyere már! Oké, megvan. Királyság! Gyere! Oké, megvan. Királyság! Jó, és mindjárt el kell pakolni megint a kis ládikomba. Most nem baj, hogy húsvéti tojás fejem lett. És nem érdekel. Most már tényleg nagyon szorít az idő, és itt nagyon sok tojás van. Gyorsan meg kéne találni az összes lehető legtöbbet, amit itt fel tudunk szedni. Mennyi idő van még? Úristen, 3 perc. Oké. Oké, ebben nem fér több, ez megtelt. Nagyon jó. Oké, nagyon jó. Köszönöm szépen. Jó. Várj, ezt ide tesszük. Oké, menjünk tovább. Oh my god, a medencében is mennyi van? Mennyi van ott a medencében is? Gyere már fel. Oké. Nagyon jó. Ezt is felszedjük. Ha már itt vagy. Ha már ide fújt a szél. Érdekes, hogy nem tett bele ilyen, mit tudom én, csapóajtó, kinyitós, resztónos, megoldásos, dolgos bizgeréket. Gyere, húsvéti tojás. Úgy nagyon jó. Ó, ott is van, nézd meg az ablakpárkányon. A házak még van felső, meg alsó szintje. Állj, erről meg is feledkeztem. Oké, ez is megvan, királyság. Jó. Oké, ne lébeckodjunk el itt az idővel. Igenis fontos, hogy most mindent megfelelően teljesítsünk. Jó, ez is megvan. Ott is van a háztetőn, és oda hogy megyek föl? Na nem mondja komolyan. Nem baj, még találtam. Nagyon jó, dicsátok. Jó, menjünk szerintem. Még mennyire van időm? Mindjárt megnézem, még mennyire van időm. 2 perc, nagyon jó. Menjünk, nézzük meg a pincét, aztán pedig a felső szintet. Nem tudom, 1 perc felülre, 1 perc alulra. Így lesz most ez kitöltve. Nagyon jó, felszedjük. Oké, asztal alatt meg sem próbálom már, mert tudom, hogy úgyse fog összejönni. Oké, itt is van egy kis easter egg. Oké, okay. Ó, az órába elbújt, oké, okay. Itt is van egy jó, izé alól nem szedem föl, jó. Ah! Hú, de nagy hülyeség ez. Az Isten verjen meg, oké. Királyság, nem, itt is van, meg itt is van. Jó, irány fel, nem még ezt nézzük meg, áh, tudtam, hogy itt is van, oké, okay, gyorsan föl, mennyi az idő, 1 perc, még 2 van hátra körülbelül. Oké, amúgy ti most ezt vágás nélkül nézitek végig, az milyen érzés? Ez biztos jó, szeretek az ilyen kihívásokat csinálni. Oh my god, itt mennyi van, jó az, nem próbálkozom most egyelőre. Jó, most ezeket ide tesszük gyorsan, mert már nincs idő. Aj, az Isten itt az asztalok alól kiszedni, annyira kinkeserves mutatván, pedig azokat is megtaláltam, hogyha belegondolsz. Pedig azokat is megtaláltam, nagyon jó.
Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Biztos, hogy... Aj, tudtam, hogy ide is elrejtett egyet. Jó, ezeket gyorsan ide föltesszük. Oké. Ott van. Ott van. Ez kellett nekem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még a másik szobába elnézünk. Oké, már nagyon a végét járhatja. 48 másodperc. Oké, csak szedjed, Dávid, csak szedjed gyorsan. Most már kezd az idő egy kicsit lefelé menni. Úristen, és még van padlás része. Nem mondja. Hát nem mondja komolyan. Oké, itt is van. Itt is van. Oké, akkor mászunk fel a padlásra. Mászunk fel a padlásra. Oké, megvan. Gyorsan eltesszük őket ide. Oké, amennyit tudunk. Jó. Oké, ez is megvan. Á, gyere már ki. Oké, megvan. Gyorsan. Még amennyit tudunk, szedjünk össze. Nagyon kevés kell már. Vagyis nagyon kevés már az idő. Nem az, hogy kevés kell már, mert még biztos nagyon sok kell. Jó. Ezt is megszedj. Te tudom megszerezni. Te vagy akkor olyan. Te ezzel csomó idő vett el, de viszem el. És itt van. Oké. Úristen. Ez is. És lejárt az idő. Lejárt az idő, kérem szépen. Lejárt az idő. Na most, jön a következő história. A padlásig jutottunk, úgyhogy most szépen fogom magamat, és megszámolom, hogy mennyit gyűjtöttem össze. Ami van, az 2 darab van itt az inventorimban. Egyszer 64-et gyűjtöttünk össze, meg még egyszer 64-et gyűjtöttünk össze, ami azt jelenti, hogy összesen, hogyha jól számoltam, akkor 130 darab toiglinyót találtam meg kereken. Jó, ez így most már nem ért volna. 130 darab kereken. Plusz még ugye egy csomó volt még így eldugva, de azt mondták, hogy több mint 200 darab van ezen a pályán, úgyhogy szerintem ez a 130, ez szerintem elég döfi. Plusz még ebbe is van 2. Úgyhogy 131-et, mert még volt egy a fejemben eldugva. Hoppá, azért az is számít. 131, a végeredmény 131. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírás, ugyanis ott most aláírva szerezhetőek be a Csótányvadász első része, továbbá a varázsló könyvét is aláírva szerezhetőek be, a Csótányvadászból pedig nem sokára érkezik a folytatás. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!